Hát szép roknapot délután mindenkinek, sziasztok, a mikrofonnál Gyurcsik Gyuri köszönt mindenkit, és hát remélem, hogy sokan hallottátok már azt a hírt, hogy ugye költöztünk, de ha költöztünk, akkor viszont egy nagyon szép, nagyon igényes helyről várunk most már titeket. A rádió viszont a régi, meg a műsorok is a régi, úgyhogy ez itt a rockpanoráma, ami egészen 19 óráig lesz hallható, úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan vagytok itt velünk, ugyanis ugye két zenekarral foglalkozunk ezúttal is a műsorban. Hát most ez egy ilyen érdekes dolog, hiszen azért Pécsről érkezett mind a két zenekar, vagy legalábbis egy személy mind a két zenekarban érintve van, de hát azt hiszem, hogy ezt azért is hoztuk így össze, hogy tényleg ugye a távolságot ne kelljen kétszer megtenni, és azt tudom jól, hogy a Vírasztókat már nagyon-nagyon régóta vártátok többen is, úgyhogy most akkor erre is itt a lehetőség. Viszont az első órákban ugye a Zud nevű zenekarral foglalkozunk, úgyhogy hozzájuk intézhetek kérdéseket, meg mindenféle jót, úgyhogy még mielőtt itt elkezdünk beszélgetni a zenekarral, akkor én elmondom ugye a fontos elérhetőségeinket, ahol ugye már most azonnal fölvetitek velünk a kapcsolatot, és legfőképpen ugye a zenekarra. Tehát van egy napi adás hozzászólások 0204-es topikunk, ezt kell keresnetek, és hogyha ezt megtaláltátok, akkor kérdezzetek bátran a bandától, biztos, hogy készséges választ is kaptok rájuk, illetve emellett ugye a Facebookon is elérhetőek vagyunk, ott pedig keressétek a rockpanoráma kötőjel rockvilág.hu-t. Én megmondom őszintén, mert ugye azt tudjátok jól, hogy általában minden műsor előtt kiszoktam tűzni egy ilyen célt a következő lájkokig. Én azt tűztem ki még így délelőtt magamnak, hogy hát 2750-et jó lenne elérni, de már most úgy belehúztatok, hogy igazából 2746-nál tartotok. Úgyhogy az a 4 az már annyira nem sok, tehát akkor húzzatok bele, rockpanoráma kötője rockvilág.hu, és hogyha lájkoljátok az oldalt, akkor mindenképpen ugye szóljatok is hozzá a műsorunkhoz, vagy kérjetek zenét egyszerűen, és emellett még azt is el kell mondani, ugye ami január óta ez mindig így van nálunk, hogy aki éppen a névnapját ünnepli, jelen esetben a Ráhelek és a Csengék, akiket mind most ezúttal is akkor köszöntök, és nagyon sok boldog névnapot kívánok nekik. Tehát ha van Ráhel, illetve Csenge nevű ismerősötök, aki élhal a rock metalért, akkor szóljatok neki, hogy lájkolja az oldalunkat, ugyanis CD-t, a magyar zenekarok CD-t kapja ajándékba. No, hát akkor nagyjából elmondtam mindent. Akkor üdvözöllek téged itt a stúdióba, örülök, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a lehetőséget, szervusz! No, hát akkor csapjunk is bele rögtön így a lecsóba, csak közben én lehúzok mindent, hogy nehogy gerjedjünk. Tehát akkor elsőnek a Zuddal foglalkozunk, jó, aztán utána akkor átérünk ugye a Vírasztókra is. Ez a zenekar, ha minden igaz, ugye tavaly ilyen május környékétől mondható, igazából, hogy datálható az, hogy már léteztek. Hogy jött össze ez a banda? Mert hát ugye mellette neked ott van a Vírasztók is, meg hát nem tudom, hogy egyébként az Zud tagjainak még más formációk vannak-e, de hogy jött létre ez a zenekar? Régóta terveztük már ezt a zenekart, meg közelítőleg 2 évvel ezelőtt merült fel az első ilyen jellegű ötlet, még minden név meg konkrét koncepció nélkül, és nagyon-nagyon lassan sikerült megtalálni a megfelelő, de a tényleg megfelelő tagokat ehhez a stílusú zenéhez. És egy évvel ezelőtt jött a legkésőbb csatlakozott tag, és akkor neki is álltunk fölvenni az első EP-nket, a Machine Born EP-t. Majd májusban döntöttünk úgy, hogy akkor innentől kezdve aktívan szerepelünk a zenekarok között, és június 16-án meg is volt az első fellépés a zenekarnak. Így van. Ti hát valamilyen, hát legalábbis így a Facebook oldalatokon úgy olvastuk, hogy hibrid elektrometálként apostrofáljátok ezt a stílust. Hogy jött így ez az egész? Mert mi igazából úgy értük, hogy hát ilyen industriál jellegű kis muzsika, de ez egész jó megfogalmazás, amit ti is így leírtatok. Igen. Eredetileg is szerettünk volna elektronikát vinni a zenénkbe, viszont ahogy íródtak a számok, nagyon elektronika-centrikusak lettek a ritmusok, meg az egész az dallamvilága, illetve a harmónia világa, és miután ilyen szerepet játszik az elektronikus zenei irányzat ebben a zenében, így kapott ilyen hangsúlyos nevet is a zenekar. Értem. Az EP-teken, ugye, amit már említettem, Machine Board címmel jelent meg, azon hát igazából az intro mellett ugye található még 5 dal, egy magyar nyelvű, illetve ugye 4 angol nyelvű, akkor gondolom javarészt azért az angol nyelvvel fogtak továbbra is így majd működni. Ez sem volt így direkt eltervezve, ahogy éppen eszembe jutottak a témák, le lettek írva. Lesz még magyar nyelvű, viszont ha már így nekiálltunk, természetesen az angol nyelvnél maradunk leginkább.
most jön a The Tom Wings című nóta, ami személy szerint nekem így az egyik kedvencem erről a korongról. Mit lehet erről tudni ugye a hallgatók felé? Mert mondtad, hogy ezt külön is ki akarod majd így térni ennek így a megalkotását, meg mindent. Igen, szerintük is ez a szám lett a legerősebb az első EP-n. Ez a szám, ez konkrétan nem is zúdszámnak indult. Én külön tartottam elektronikus zenei fellépéseket még Pécsen annak idején, és valamikor 2011 végén még csak 4 tagú volt a zenekar, akkor vettük el ezt a témát, hogy mondjuk ezzel lehetne valamit kezdeni, és akkor olloztuk össze az alapját, és raktuk rá a réteg metát. Tehát ez igazából konkrétan a elektronikus zenéből indult ki. Miről szól a dal? Hát, csúnya dolgokról. Sajnos. Magát a Machine Bone LP-t egy utópiára építettük. Úgy látjuk, és ugye természetesen egyetértünk a zenekaron belül, hogy vannak olyan irányok, amelyeket felvett a közkultúra, felvettek az emberek, ami nem feltétlenül előnyös, egyáltalán nem előnyös. És a Defongis kicsit kiforgatja ezt a dolgot, kicsit el, és túl nagyítja ezeket a témákat, és igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy még mindig az emberiség, és az emberi faj a legkegyetlenebb, és mégis a legintelligensebb ezen a világon. Hát a kegyetlenségének köszönheti azt a pozíciót, amit most betölt ebben a világban. És ez a kegyetlenség ugye nem csak kifelé mutatkozik, meg természetesen ember és ember között is ott van. Hogy ennek milyen következményei lehetnek, mert ugye a kegyetlenség eszközei is folyamatosan változtak a történelme folyamán, és hogy ez milyen irányba fog tovább haladni. Ezek azok a gondolatok, amik dolgoztak a Defongings szövegének megírása alatt. No, hát akkor perceken belül indítom is, már csak arra kérnélek, hogy akkor mutass is be így a név szerint is, hogy kik alkotják ugye az zenekart. Eleinte ketten kezdtük el Rab Attilával, aki most már a Nibburtávon is basszusgitározik. Majd találtuk Eckert Attilát gitáros pozícióra, később Monoszlai Bettit dobosnak, és a legkésőbb érkezett tagunk ő a Fülöp Norbert, ő vette át a ritmusgitáros szerepet. No, hát akkor jöjjön a Zúd, és akkor természetesen szóljatok hozzá a műsorhoz, kérdezzetek bátran a zenekartól, azt mondja, hogy napi adás hozzászólások 02-04-es topikot kell keresnetek, bármi kérdésetek van a bandával kapcsolatban, akkor ne habozzatok, hanem tegyétek meg. Emellett pedig ugye lehet lájkolni a Rockpanoráma Facebook oldalát, és oda is ugye bátran írhattok, kérdezhettek ott is a bandától, illetve ugye a zenéket is kérhettek. Ezek már így történnek is szép számmal, hiszen tudjátok, hogy általában az Zúd mellé azért választunk zenei kérést is, már csak azért is, mert ugye ha már a névnaposokat így felhoztam, Ezüst Koppány a barátnőjének, Csengének szeretne küldeni egy Leander dalt, amely egyébként a Viharom tavaszom lesz, és ezzel köszönt kedves Csenge téged névnapod alkalmából, úgyhogy akkor várjuk továbbra is a Ráhelek és a Csengék lájkolását, hiszen ne felejtjétek, hogy akkor még ráadásul ajándék CD-t is kapnak, úgyhogy jöjjön az Zúd, aztán Csengének a Leander dal, ugye Ezüst Koppánytól.
blogvilág.hu hallgatása súlyos függőséget okozhat. A kockázatokról és mellékhatásokról olvas el cikkeinket, vagy kérdezze meg pszichiáterét, Kocsmárosát. Ez volt hát a Leander és Csengének küldte ezt a dalt, egészen pontosan ugye ez is Koppány. No, akkor megyünk tovább, és akkor azt mondja, hogy még egyszer az elérhetőségek. Azt mondja, hogy napi adáshozzászólások 0204, tehát ugye a mai napot keresétek a topikunkba. Ha ezt megtaláljátok, akkor ide írjatok nekünk, és akkor kérdezzetek bátran az úttól. Első óránkban ők a vendégeink, aztán a másodikban a Virasztok, vagy legalábbis lehet, hogy a kettőt meg egy kicsit így összevonjuk, hiszen azért tudjuk, hogy Pécs elég nagy távolság, és hát azért még a hazaút is vár majd itt. Na, szóval akkor van is hozzászólás. Szerencsére egy kollégánk, ugye Don írt már nekünk. Az udosok továbbra is pink tütükben lépnek fel, ez a kérdése. Decemberben zúztak Pesten az úszdában, az milyen volt? Az a helyzet, hogy a pink tütüt megfontoltuk. Átgondoltuk, megrágtuk. És az a helyzet, kedves Don, hogy arra következtetésre jutottunk, hogy annyira nem mi vagyunk már ez a pink dolog. Régen működött volna, de ma már nem. Sajnos arra a koncertre nem jutottunk el, mert december 8-án annyira leszakadt az ég, hogy mozdulni nem tudtunk, és akkor vörös riasztás volt az országnak a déli részében. Most akkor onnan megpróbálni fölni, szóval nem vállalta senki, hogy felhozza a zenekart. Úgyhogy sajnos az nem történt meg, viszont novemberben tényleg volt egy ilyen tütűs banzáj. Novemberben a Whitefield-ben léptünk föl, ez egy kollégiumi klub, és ott megtörtént az, hogy a közönségbe berohant egy marék tütűbe öltözött nagy szőrös ember, és ott elkezdték szisztematikusan lemészárolni a tömeget, ami hála Istennek nem sikerült nekik, de érdekes látványvilág volt a tütűben ugráló srácoknak erre a zenére. Aztán Rita is kérdezi a zenekart, hogy milyen industriál csapatok voltak rátok hatással. Én ezt mondjuk még csak azzal egészíteném ki, hogy egyáltalán mondjuk industriál csapatok voltak rátok hatással, mert gondolom azért sok más is. Hát az a helyzet, hogy van a csapatban, aki industriált hallgat. Én érintőlegesen volt némi közöm az industriálhoz. Elsődlegesen nem industriál vonal az, amin ez elindult. Jó, persze most valamihez kötni kell, és mégis ezek a ritmusok és ezek a szinti témák azok, amik a legközelebb állnak az industriához. Hát igen, lehet, hogy Rita is ezért gondolta ezt így. Igen, de nem az industriál volt az a vonal, amiben kiindultunk. De ha már itt tartunk, akkor nekem személyes kedvencem a Goth Minister ebből a körből. No. Hát akkor viszont Rita erre is választ kapott. Akkor én viszont arra szeretnék választ kapni, hogy hogyan készülnek ugye az útdalok. Tehát avass be minket egy kicsit ilyen szakmai berkekbe, hogyan írjátok a dalokat, mind zeneileg, mind szövegileg, hogyan állnak össze. Az a helyzet, hogy mindegyik, mert nem volt két szám, ami egyforma módon állt volna össze. Volt olyan, hogy az alapot én vittem, volt olyan, hogy a Betty elkezdett ütni egy ilyen tribál tamos témát, és akkor rájött a riff, aztán ráírtuk az elektrót. Volt, hogy nem a szövegből indult ki. Én jobban preferálom viszont, amikor improvizációból tudunk kiindulni, amikor rögtözött benyomások azok, amikből el tud indulni egy szám. Sokkal életteltelibb tud lenni, annyira nincsen izzadságszaga a témáknak, hogyha egy szám így jön létre. Én ezt jobban preferálom. Szerencsére ilyen is volt. Például Nemezis VR-nak a refrén témánya az, amit nagyon jó hangulatban sikerült megírnunk a basszusgitárossal, az a nap így jó volt. És annak a lapnak a hangulatát tudtuk ebbe a számba belevinni. Most egy olyan dal jön tőletek, ami azt hiszem, hogy igazából most mondod el úgy országvilág előtt konkrétan, hogy erre a dalra videóklip fog majd készülni. Hatalmas bejelentés, igen. Az a helyzet, hogy a videóklip már elkészült. Részben a nyersanyagot fölvettük, egy nagyon tehetséges, most tanuló régió barátommal fotózni, videózni tanul, biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben őt még fel fogják keresni, mert operatőrként nagyon jól dolgozott, a nevét majd publikáljuk a videóklippel együtt. A Cage című számunkra készül ez a klip. A vágást egy-két héten belül el tudjuk kezdeni, és amint tudjuk, publikáljuk is ezt a klippet. Egyébként volt már nektek így az EP után is egy dal, ugye, ami nem tudom, azt majd gondolom lejátszuk, ha gondolod, ami ugye nem került rá az EP-re, viszont egy ilyen szöveges videóként ugye napvilágot látott. Igen. Ez így már kicsit később jött ki, ugye? Tehát ez rajta sincs az EP-n. Igen, az EP az 2012. július 28-án
lett publikálva, ez a szám pedig most a sokak által hőn áhított és várt világvége eventre kívánt válaszolni. Ez érdekes, ez majd visszaköszön a vírasztóknál is, ez a világ. Visszaköszön. Igen, amúgy úgy is volt, hogy egyszerre teszik majd ki a számot, most egy nap eltéréssel tettük ki a dolgot. Csak amíg a vírasztóknál ez a világvége megtörténik, addig nálunk a számnak a fő mondani valója a nem hiszem. Így van. Jó, akkor most jön a Cage, és vannak hozzászólások már a vírasztókkal is, vagy a vírasztókhoz is, de arra kérek most még egyelőre mindenkit, hogy lehet akkor azt még egy olyan pár percig hanyagoljuk, tehát most egyelőre az Uddal kapcsolatos kérdéseiteket intézzétek felénk, természetesen emellett ugye jöhetnek a zenei kérések is, úgyhogy én gyorsan nézem, mert hát időrendi sorrendben haladunk. Egyébként nem értem én ezt, hogy jönnek a lájkolók, aztán mégis ugyanannyian vagyunk, nem érem így gyerekek ilyen diszlájkolni közben, és akkor átírkálni magatokat ráereknek, meg csengéknek. Na, szóval azt mondja, hogy Anett is itt van velünk, olvasom is üzenetét. Hello, Gyuri, sziasztok! Egy tűzmadár számot adjál már le nekem, léci, nagyon köszi. Jó, hát akkor kedves Anett, mi is örülünk, hogy itt vagy, és hogy kér zenét, úgyhogy akkor Zud, aztán tűzmadár, és természetesen utána jövünk vissza. We'll be right back.
Sziasztok, Vörös Attila vagyok, hallgassátok a rockvilágot. Metal! Ez itt Változatlan a Rock Panoráma, és benne pedig a Zud zenekar a vendégünk. Most már ezt is megtudtam ugye időközben, de erről is majd külön kitérünk akkor, hogy miért is ez lett a zenekar neve. Most viszont akkor még egyszer elmondom az elérhetőségeinket, hiszen még továbbra is velük kapcsolatban kérdezhettek bátran. 0204, tehát ugye a napi adás hozzászólásos topikunk, emellett pedig a Facebookon is elérhető a Rock Panoráma, ott is hozzászólhatok, és akkor kérdezhettek a Cudtól, és akkor no, hát akkor tényleg térünk rá, hogy miért is ez lett a zenekar neve, mert ugye én erről már így olvastam, meg volt is ilyen, hogy akkor most mi is ez valójában, most rövidítés, nem rövidítés, ha igen, akkor mit jelent? Mit jelent? Nem rövidítés. A Zude egy mongol természeti jelenség. Mongóliában van, hogy olyan a tél, hogy a telet követő időszakban 3-4 évig, de ez lehet akár évtizedes hosszúságú is, elsivatagosodik egy-egy terület. Ennek az az oka, hogy Mongóliában a talaj 2 méter alatt fagyott. És amikor a talajnak ez a fagyott rétege összeér a felszíni faggyal, akkor van baj, mert akkor nagyon sokáig nem fog felolvadni ez a rész. Van olyan is, hogy a nyár kellős közepén még mindig fagyott a talaj. Na most... Talán ez tudja legjobban szemléltetni, ez a jelenség. Tehát akkor gyakorlatilag ez a jelenség magában. Igen. Jó, értem. Akkor viszont térjünk rá most a koncertekre, mert hát ugye abba is azért, hát nem az, hogy dúskáltok, de azért mindent megtesztek ahhoz, ahhoz kimérten, ugye amennyire ugye Magyarországon most egyáltalán lehet koncerteket leszervezni. Ezt már beszélgettük egy adáson kívül is, hogy azért elég nehéz így úgymond érvényesülni, de milyen szinten tudjátok ezt megoldani, meg hát főleg a színpadképesség is azért nálatok elég komoly, hiszen ugye elég sok hangszer meg kutyuk vannak, tehát hogy tudjátok ezt így megvalósítani? Szerencsére a koncertszervezéssel nincs különösebb probléma, mindig van elég, éppen elég, amit még tudunk időben is vállalni. Hát most tudni kell a zenekartagokról, hogy tanulnak, dolgoznak, valaki a kettőt egyszerre csinálja, ez állandó időhiányban dolgozik mindenki. Problémásnak tényleg problémás a koncertszervezés, általában anyagi része az, amit nehéz összeszervezni, de még egyelőre nem lehetetlen. Most, hogy a koncertek hogy zajlanak, ugye ezt kérdezted még. Igen. A koncerteket fix hosszúságú programokat írtunk, koncertprogramokat. Ami azt jelenti, hogy miután laptopról mennek az alapok, és a dobos is a laptophoz van kötve, onnan kapja a vezérjelet, és akkor maga a teljes koncert egy ilyen forgatókönyv alapján le tud menni, tudtunk fix programokat készíteni. Némileg ezekbe bele tudunk nyúlni koncert közben, viszont ennek a fix programnak ugye nem csak az a lényege, hogy ha azt mondják, hogy 50 percet kell játszani, akkor az fixen 50 perc legyen, hanem egyéb lehetőségeket is megnyit egy ilyen leprogramozott koncert. Mégpedig, és ezt a későbbiekben szeretnénk is használni, a szinkronizált fények, mint például egy párhuzamosan szinkronizáltan vetített videó egy projektoron, illetve stroboszkóp, ami a vezérjelet a szemplerről kapná, illetve egyéb különféle világítások, amik innen mennének. Igen, azt hiszem, hogy ez így ebben a műfajban pláne tényleg kivitelezhető, meg hát megoldható, mert elég sok zenekar ezt áll Istennek, azt így csinálja, és tehát akkor ti is törekedtek a zene mellett ugye a látványra is akkor. Természetesen. Hát ez nagyon fontos része dolognak. Így van. No, hát akkor most jön az a bizonyos dal, amire ez már szöveges videó készült, tehát ez már egy kicsit ugye újabb, mint a Machine Born EP. Mikorra terveztek esetleg egy újabb EP-t, vagy EP-t terveztek-e, vagy esetleg inkább egy nagy lemez, hogy lesz ez? Egyelőre nagy EP-t tervezünk, a Fall into Oblivion felvételét májusban szeretnénk elkezdeni, és június-július környékén ez is ki fog jönni. Azért egyelőre EP, mert a most az anyagi lehetőségek ezt engedik meg, illetve hiába van annyi számunk, amivel meg lehetne tölteni egy LP-t is. Nem tartjuk értelmesnek azt, hogy most rögtön kiadjunk egy ilyen egy óra hosszú anyagot, hanem madaradunk a fél óra, 3-4 óra között a következő kiadványnál.
Igen, az érdekes dolog, mert én is elég sok zenekartól hallottam már ezt, hogy lehet, hogy valamilyen szinten ez lesz úgymond a jövő is, hogy, hogy igazából egyrészt ugye egy nagy lemez egyrészt idő is tud megcsinálni, másrészt pedig ugye a pénz is, tehát az a másik fele, viszont sokkal egyszerűbb mondjuk 2-3 dalonként egy ilyen kis LP-kkel előrukkolni, mert akkor mégis a köztudatban van a zenekar, nem kell annyira eltűnni, tehát lehet, hogy ez is egy ilyen... Gyakrabban lehet kiadványt kitenni a piacra, illetve most egy órás lemez, persze nincs ezzel probléma, egy fanatikus végighallgatja, hogy indul együttesnél, nem biztos, hogy egy órát végig fog valaki ebbe hallgatni. Nyilván, hogyha olyan a zene, odaköt és a többi, sajnos nem jellemző. Tehát lehet bármilyen jó, hogyha ha ismeretlen, egyáltalán nem garantált, hogy egy órás, vagy még annál hosszabb anyagot is indulóra végig fognak hallgatni. No, hát akkor jöjjön a Zúd, vagy Zúd, na, Zúd, igen, yeah, Zúd, Zúd, nagy nehezen én is akkor megtanulom, és akkor mellette azt mondja, hogy egy kérés, mégpedig Ibolya kérte, azt mondja, hogy én egy kicsit líraibb hangvételű nótát kérnék, egy igazi örök klasszikus, a Mötley Crüe-től vidát jó. Hát akkor természetesen akkor ez is menni fog, úgyhogy egy kicsit be is lassulunk majd, de nem nagyon, úgyhogy nem elaludni, hanem továbbra is itt lenni velünk, hiszen egészen 19 óráig szól a Rock Panoráma, úgyhogy szóljatok ti is hozzá a műsorhoz. Napi adás hozzászólások 0204, illetve elérhetőek vagyunk a Facebookon, és lájkoljátok és szóljatok hozzá ott is a műsorhoz.
like that you. This is fucking fasza. Egy jó kis lírai hangvételű nóta volt Ibolya kérésére, és akkor vendégünk még változatlanul a Zud, és akkor utolsó bejelentkezésünk előtt még ugye akkor jöjjenek a olyan témák, hogy ugye már még egy dalt lejátszni töltek, hogy a jövőbeli tervek. Tehát már itt azért beszélgettünk egy videoklipra, ami már rövidesen debütálni fog, azt is tudjuk melyik dalra, meg hát említettél, hogy akkor majd lesz itt nem sokára egy EP is. Így van. Ezek a következő évre vonatkozó megvalósítandó terveink, illetve van pár zenekar Szegedről, Szeged környékéről, akikkel tervezünk egy komolyabb körútat az őszre és a koratéri időszakra. Nagyjából ebből a stílusból válogatjátok így a bandákat, akikkel játszatok, vagy mondjuk az nem kifejezetten számít? Az a helyzet, hogy ugye egyfelől nem azonos stílus. Uh-huh. Nem is hát tudom, mondjuk hogy... ilyen nem is nagyon van, igen. Illetve ők kértek fel minket. Uh-huh. Tehát ők kerestek meg minket azzal, hogy szeretnénk-e egy ilyen körúdat felük közösen. Tudom, hogy mennyire elterjedt már most már így a Facebook, meg minden, nálunk is ugye a javarészt már a hallgatók is azt használják, viszont esetleg akkor terveztek-e ilyet, hogy ilyen honlap ilyesmi? Természetesen honlap is lesz. Honlap is lesz, és amint a honlap elindul, a honlapon lesz majd egy alkalmazás, amivel CD-t, illetve pólót lehet majd rendelni. Az lesz a dolognak az extrája, hogy ki lehet választani a CD-nek is a borítóját, és a pólónak is a mintáját, a póló színét külön. Na, hát ami a készletben egyelőre szerepelni fog az elején, aztán majd bővítünk persze. Igen, így van. No, hát akkor jöjjön ez a bizonyos címadó dal, erről majd nekünk egy pár mondatot, hogy mit kell róla tudni. A címadó dal, ez a dal az, ami legjobban összefoglalja azt a kört, amit az EP dalai végig járnak. Na most konkrétan ő miről szól? Hol is kezdjem? Úgy gondolom, hogy lehet az életben nagy hibákat elkövetni, de az igazán nagy hiba az, amikor az ember a saját magába fektetett hitét veszti el. Annál nagyobb hibát talán nem is lehet hosszú távra elkövetni. Na most a Machine Born az pont erről szól, hogy miként vesztheti el az ember ezt az önmagába fektetett hitet, abban az esetben, hogyha abba a gödörbe esik, amit saját maga ásott ki. No, hát akkor ez lesz most a címadó nóta, ugye? És akkor utána viszont már virasztózunk, de hát természetesen ugyanúgy ugye Becsével, hiszen ez is volt a műsorunk apropója, hogy akkor úgymond csúnyán kifejez a két lehetőtünk egy csapásra, két zenekar van itt egyben, és mind a kettő ugye egyenesen Pécsről, hiszen a nagy távolságot ezt másképp nem tudtuk volna megoldani, de így azért tökéletes, és hát tudjuk jól, hogy nagyon-nagyon sok rockvilág hallgató ugye szereti a virasztókat, tehát akkor most már hozzájuk intézzétek a kérdéseket, aztán jön tőlük ugye a Pipás Pista című dal, és akkor természetesen jövünk mi is utána vissza.